Egy kicsit félek, az igazság, egy kicsit félek. Akkor ez most félelmi sezgetést, hogyha mond. Így ám, ezt akarom mondani. Hát sziasztok! Sziasztok! Totya csak befűzött még egy kóstolóra. Magam sem értem, miért? Ráadásul egy nagyon-nagyon jó óra, mert a Bobby imádja amúgy is a Jim Beamet. Egyik kedvenceim közé tartozik. Meg a gyümölcsel ízesítettek is. Így van, tehát az legfőképpen a top kategória nálam. De hát... A Jim Beam meghömbölítve valami. Így van, de itt a szünetben azért Totya elárulta nekem, hogy ő valójában Jim Beam fan is, úgyhogy muszáj lesz megkóstolnunk. Tehát visszatértünk a Jim Beamhez, hogy rövidre vágjam a mondandómat, és ebből is egy ízesítes barackosat fogunk kóstolni. Hát az ízvilág az hamarosan kiderül, hogy milyen lesz. Na, ezt igazán vártad, már látom. Úgyhogy, hajrá! Valami háttérinformáció erről? Jim Beam barackos. Egy kicsit félek, az igazság, egy kicsit félek, mert tudjátok, hogy miért, hogy mi történt a Jackie ízesítetteknél, hogy ott elindultunk a csúcsról, tehát most egy hihetetlen kellemes meglepetésből eljutottunk odáig, hogy szívem szerint a főtöz csaptam volna a Jack Daniels fáját. Akkor ez most félelmi sezgetést, hogyha mondod? Igen. Teljes mértékig. Na, simat. Barack. Keresni kell benne a barackot, na ez a hülyeség. Izombarack. Tudod, mire emlékeztek most? Nekem megvan az emlék, de mondd. Egy Commerce barack pálinkára. Neked arra? Nekem nem. Egy Commerce barack pálinkára. Nem. De... Emlékszel régen arra az üdítőre, amelyik ilyen csavart üvegé volt, mint a Pepsi-s üvegbe lett volna, tudod, ilyen hosszú Pepsi-s üveg, de ez nem Pepsi-s volt, hanem ilyen csavart üveg volt. És ennek a csavart üvegnek a címkéjén az volt, hogy extra, és pálmafa volt rajta. Nem. És annak volt zöldalmása, meg volt barackosa. Sárga volt és zöld. Ez izombó az extra üdítő. Aki emlékszik rá, akkor tudja, hogy milyen illatot érzek. Izombó. Tehát ezt majd kivágod, mindegy rossz teszkos, barackos WC illatosító. Ennyire. Nekem kellemes emlékeim vannak ezzel az illattal kapcsolatban. Nem tudom, valahogy... Nekem te egy az egyben az extra üdítő jön rajta. Nekem a barack illat határozottan alkohol illattal keverve, viszont egy kicsit nekem olyan mű barack illata van. Oké, pont ezt akartam mondani, hogy biztos, hogy azt érzed, hogy túl van tóva a barack, mint egy ilyen barack illatosítóba, vagy mit mondtál? WC illatosítóba. De hozzáteszem azt, hogy ebbe az extra üdítőbe is lehet, hogy ez a full, vagy ez a barack aroma, ez a mű barack aroma, mesterségesen előállított barack aroma, lehet, hogy abba az üdítőbe is fullon túl volt tolva. És azért érzed olyannak. De én egy-egyből olyannak érzem, és nekem az egy kellemes emlék, ez nekem full Balatont idézi. Nekem egy kicsit olyan mű barack illat, tehát határozottan belejött, szivatóz. Határozottan felismerhető minden, hogy igen, ez az az illat. Mégis nekem van egy kis műanyag stikje neki. Neked mesterséges barack. Igen. Nekem igen, nem. Igen. Mondd, mert nekem határozott véleményem van róla. Barackos íz megvan. Csípős íz, nem. Nem, úgy nem csípős íz. Alkoholos íz. Mellette nyomokban bourbon íz, nyomokban. Az meg volt nekem is, igen. Ennyi, tehát olyan... Nekem egy kicsit mesterként. Nekem tetszik, aroma gazdag, jó az ízvilága, és nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy a Bobby minket említett meg. Viszont igen. Nem annyira túl édes. Így ám, ezt akarom mondani, édes, hogy a Jackie-ben mindig mondtuk, hogy édes. Mindig a Jackie-ben mindegyik résznél mondtuk, talán a Honey-nál nem, hogy túl van, Apple-nél meg a Fennet, túl van tóva az édesség, és itt nincs. Igen, annyira nem édes. Nincs túl tóva az édesség, tehát nem az a gusztustalan,
olyan édes, amit szíved szerint a falhoz csapná, érted? Nem, az nincs. Tényleg az aromára ügyeltek most. Most aztán, hogy ez mennyire mesterséges, vagy mennyire eredeti aroma, nekem kellemes, bennem kellemes élményeket ébresztett, nekem tetszik, és ez különösen meglepet, hogy nincs túltolva az édesség. Nincs, abszolút. Ez így, hogy nincs túltolva, százszor jobb, mint a Jack Daniels-ek, az ízesített Jack Daniels-ek. Százszor jobb. Annál jobb. Sokkal. Annál jobb. Még az alapmodell, én azt mondom, hogy a Jackie viszi jobban a pálmát, az alapnál. Nálad, jó. Alapnál. Az ízesítésben egyelőre azt mondom, hogy a Jim Beam jobb. Igen. Mert igen, nem az a tömény, édes, szinte szirupos hatás minden. Viszont itt kicsit olyan mű barack ízlézekre. Mesterséges barack aromát érzel. Uh-huh. Már most azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes élmény. Mert egy gej szarra számítottam. Érted? Uh-huh. Arra számítottam, hogy olyan lesz, mint az Apple. Meg se közelíti. De fordítva. Az Apple meg se közelíti ezt. Az Apple az egy főthöz vágni való szar. Ehhez képest. Maradt az a barack. Maradt, viszont lágyult a barack. Pont ezt akarom, talán hígult egy picit, nem is lágyult, hígult. Finomabb a barack illat most rajta. Nem annyira, hogy intenzív, hogy orba csap az hanem sokkal kellemesebb barack illat. Ugyanakkor nekem egy kicsit megmaradt a kis Converse pálink a barack illata. Igen, nekem ez elő se jön. Inkább ezek a nagyon lágyan ott elfejtve alul a bőrbönös illatok. Vagy valami barackos likőr illat inkább akkor. Tudod én. Ez most egy kellemes. Ez valami megkeverték. Kellemes csalódás nekem. Mondom, rohadtul nem erre számítottam. Egy édesebbre számítottam én is. Hát most a Jackie-ből kiindulva. Most gondolj bele, végigkóstoltuk volna ezt a sort. Nem tudom, hogy milyen lesz a sor. Majd meglátjuk, hogy az összes többi ízesített Jim Beam mit mutat. De esetleg ők is ugyanígy vannak beállítva, cukorügyileg. Hogy ez a kellemes, tehát tényleg az aromát érzed rajta. És utána kóstoltuk meg a Jack Daniels-et, hát lehet, hogy fejjel mentünk volna a falnak. Igen, elképzelhető. Tehát a Jackie-be a cukron kívül, tehát ott úgy indult az egészen, de amikor leültek megtárgyalni azt, hogy na akkor Jack Daniels Apple-t akarunk csinálni, meg Jack Daniels Fire-t akarunk csinálni, szerintem úgy indult az egész, hogy cukor. És akkor mondjátok a többit. Meg a Jackie-nél így sokkal harsányabban érezhetőek voltak az ízek is. Tehát az almás sokkal almásabb volt, a fahéjas volt, és nagyon meg volt cukrozva. Kurvára nem. Az almát alig éreztem. Ez atombarack és kurva jó barack. A Jackie almás az egy szar volt, az illatot is alig éreztem, hogy alma. Szerintem. Az ízbe az végképp nem. Az a Fire az meg úgy volt, hogy szar, hogy szar volt, érted? Ott volt a kis fahéj, picit megmutatta, hogy csípős, érted, de hát baszki, aki rendesen is paprikához van szokva, annak az sérül a lófasz kategória, az tényleg cukorbeteg lesz tőle, ettől nem lesz egy cukorbeteg. Na kóstoljuk ki cseppentés után. Azért az édesség itt is érezhető. Hát, hogy nem. Hát édesség. Annyit beszéltünk róla, hogy nem édes, hogy már elképzeltük, hogy nem édes, de azért van benne édes. Édes. Barackaroma. Egyértelmű. És utána jön az a kis viszkis bőrbönös íz. Kicsit csípős, de hát mivel hogy alkoholról beszélünk, egyértelmű. A csípőséget se érzem. De nem úgy, hogy borsos valami, hanem ez az alkoholos csípőség van igazán benne. Végül is jobban, mire számítottam. Igen. Tehát, sokkal jobban, mire számítottam. Nézzük a szakmélevét, de én közben kinyomtattam. Te kis ügyes ember vagy. Az őszi barack legalább annyira... Az lényegtelen. Elég fonetikusan olvasom. Igen. Ilyen Kentucky akcentussal. Te most úgy mit csinálsz? Hát olvasom, hogy hol van az ízleírás. Ez hangosan, tehát nem magadban. Aha, ezt a két... Vagy csak tátogja, és akkor én megtalom a narrátor talán. Nagyon nem ír az ízről semmit, illetve hát azt írja az ízről, pontosan azt írja le, amit mi,
mondtunk, hogy az a barack az dominál, barack kivonattal van ízesítve, tehát azt jó elkaptad, édes és friss, akár önmagában is megállja a helyét, de koktélokba is ajánlják. Tehát igazándiból ezt a nagyon túlbeszélni nem lehet, hogy a vaníliásságot, meg a fásságot, meg a húrosságot, mert dominál benne a barack, egy az egybe azt írja a leírás. Ez egy furcsa, már kókusz ízű lenne. Tehát, na. Ez most egy kellemes. Nagyba barackos. Ez most nekem egy nagyon kellemes csalódás volt. Bepontozzuk? Ja, tényleg a pontozás. Aha. 5 pont. 4. Nem volt rossz, engem úgy nem varázsolt. Kap egy 4-es készpont. Ennyi. Én nálam azért kap 5-öt, mert ez körülbelül... De nem volt jobb ez a piros Johnny-nál. 5-öt? Hogy kaphat 5-öt most? Jó. Nem volt rossz ízle. De most el tudnád képzelni azt, hogy ráérsz. Összejövünk. Bontsunk föl valamit. Ide raksz egy, mit tudom én, egy piros Johnny-t. Poharazgassunk, beszélgessünk. Mit tudom én, órákon keresztül. Holvatosan kapongat el a piros Johnny. Dőlnek az elméletek, eszmecserik mindent. Ugyanezt megcsinálni ebből. Mikor mondanád azt, hogy ne toljuk már magunktól, mert tényleg összeragadnám mindenem tőle. Igen, tehát ez... Tehát most össze lehet hasonlítani, de ebből úgy be tudnánk gajdulni egész este. Na. Míg a Jack Honeyból el tudtunk képzelni egy üveget beverni, ebből nem. Ebben igazad van, ebből én nem tudnék. De akkor most értékeljem annyira, mint egy Chivas 18-ast. Ez is kapjon 4 pontot. Mert a piros Johnny, nem, ez se ér fél a piros Johnny-ig. A piros Johnny még 5-öt kapott. Tehát adhatsz neki bármennyit, csak viszont, úgy mondom, hogy gondolj már bele egy kicsit. Tehát viszont ha elgondolkozok rajta, hogy tényleg egy italozgatásról van szó, és ott felmerül a kérdés, hogy Chivas 18-at kérsz-e, vagy pedig Jim Beam barackost kérsz-e, akkor ott elgondolkozok. Meg. Elgondolkozok azon, hogy van-e piros Johnny. Akár. Tehát akár. Magyarán mondva, akkor igen, visszavonom az 5-öst, 4-es. Ez a Chivas 18-assal van egy szinten. Mert... Mondjuk ez is érdekes, mert tényleg azt mondják, hogy... Na, egész estéről beszélünk, egész este csak viszkizünk. A Chivas 18-at el tudnám szívogatni egész este. Igen, tehát mindegy, hogy most ücsörgünk valahol, vagy egy mulató helyen vagyunk. Inkább a Chivas kéregetnéd ki mindezt, nem? Lehet, hogy ebből egyet meginnál, hogy csak az íze miatt, mert annyira nincs a íze, egy kicsit úgy szád ízét meghúzza, hogy kis barackos téma, de nem hiszem, hogy utána ebből kéregetnéd továbbra is. Most mondanunk kell valamit? Hát ha szeretném, mondjál, ha nem. Egy 3-as, 4-es, ennyi, tehát... Igen. Ennyi. Jó, mert kicsit kuriózum. Nem volt jobb. Kicsit finom. De most azért finom mondom, azért. Hogy nem volt jobb, azért... Most próbálom magamat meggyőzni, de most azért akarom nem. Magam meggyőzni, nem. Mert a Chivas Regal jó van, hype-óva, és a Chivas Regalon ott virít a 18-as embléma. Azért akarom meggyőzni magam róla, hogy nem volt jobb. Így, akkor az... Oké. Tehát úgy, mint egy felest inni, lehet, hogy inkább ebből kérek egyet, mint a Chivasból. Egy élmény gazdag valami. Igen. Egy élmény. Egy feles kitölteni, megiszogatom. És azt mondja, hú, megyek tovább. Ennyi. De hogyha azt mondjuk, hogy na, egészséges, egész estés, vagy... Az egészséges. Az igaz. Tehát egy egész estés mulatság. Akár csak ücsörgünk, beszélgetünk, vagy valahol elmegyünk szórakozni, akkor már lehet, hogy inkább a Chivas választanám, ha ez a kettő lenne a polcon, mint ezt. Tehát azért mondom, finom, mert ízre egy finomabb, élménygazdagabb, kicsit karakteresebb, érdekesebb, mondom ezt, mert így érzem. Viszont ha hosszú távra gondolkozok, inkább akkor Chivas, mint ez. Persze, mert ebből tudom, hogy miért. Ebből gyorsan becsömörlenék. A mű ízből. Mű íz. A mű, a barack aromából becsömörlenék. Meg, Én valószínűleg tartom, hogy én is különben. Édes. Ezért inktam meg egy picit, hogy ez most biztos, hogy jobb a Chivas 18-tól.
A Chivas 18-ban nincs egy túltót valami, ebben azért a barackhoz valami szinte azt mondom, hogy jobb nála, de valami szinte azt mondom, hogy nem jobb. Egy Chivas 18-at elbírnék szívogatni egész este, viszont ezt nem. Ez lehet, hogy a harmadik után már számára, hát, hogy júj, most már nem kötő. Na megvitattuk itt a nagy valóságot, hogy akkor most jobb a Chivas 18-tól, vagy nem jobb a Chivas 18-tól, és igazándiból arra jutottunk, hogy nem jobb, igen, mert hogyha egész este kéne Chivast, egész este viszkizni kéne, akkor tényleg a Chivas 18, meg a 12-est is szerintem simán be lehetne vállalni, bár nem lenne egy élménygazdag viszkizés, nem lenne az, hogy minden egyes pohárnál hát azt mondod, hogy ó. Azért egy üveg után már minden. Egy régen morna ott viszont, az viszont... Együtt a viszkálni. És hihetetlen az, hogy a Craigen Moore az tényleg egy finom viszk, és annak van legkevesebb nézettsége, láttad? 13-nál tart. 13-an nézték. Még nincs csak összudat. Mert nem egy ismert valami. Szóval megkóstoltuk ezt is. És első pillanatra egy nagyon finom, nagyon kellemes, nagyon ízes, nem túl édesre csinált valami, de annyira sok benne a baraszk, és annyira finom, hogy szerintem a második-harmadik pohár után besokal belőle az ember. Én egy kezdőnek ezt nem ajánlanám, mert hogyha egy kezdőnek ez nem jön be valami miatt, akkor aztán több viszki ezen fogom. Én az ízesített viszkiket alapból nem is gondolkozok ilyenbe, hogy kezdőnek ajánlanám, vagy nem, mert igazándiból ez teljesen félre viszi az ember. Teljes mértékben. Tehát itt nem az van, hogy egy bőrbön barackalomával fölütve, mert akkor egy 40%-os viszkiről beszélnénk. Nem, ez egy 32,5%-os likőr, amiben most itt a leírásban is írta, hogy barackaloma van benne, de aki a viszkékre rá akarnak, akik el akar indulni a viszki kóstolás útján, az semmiképp ezt nem javasolnám, mert teljesen félre fogja vinni. Ez ilyen buli ital. Hát körülbelül ennyi, erről ennyit, legközelebb találkozunk. Még nem tudom mivel, én sem. Majd ott, hogyha kitalálja. Vagy a Bobby. De mondjuk lehet, hogy izé lesz, én el tudom képzelni, hogy folytatjuk ezt a Jim Beam ízesített Jim Beam kóstolót, mert igazándiból ezt is a Bobby akarta, hogy... Persze. Strike-ot itt, hogy kóstoljuk a Jim Beam barackost, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy az igazság, hogy a Bobby titkon megtagadta Jack Daniels-t. Persze. Úgyhogy lehet, hogy Jim Beam ízesítettekkel jövünk, de ha nem, akkor nem. Nem én vagyok a fanfan. A fánkfan. Ennyi. De legközelebb találkozunk. Legjobbakat. Sziasztok. Sziasztok.